Nagyon sokat vannak. Ennek mindig örülök, tényleg örülök. Már csak azért is, mert ugye most is hogy van, hogy a idősek világnapja, vagy ilyesmi? És hát azért én is benne vagyok, azért. Hát most már, jó, hát decemberben betöltöm a 68. Tudom, nem látszik. Egy 10-es nyugodtan letek akarni, de csak percben. Jól vannak? Nem fáradtak-e nagyon? Az igazság az, hogy ezért be kell mutatkozom, mert nem elhangzott, ugye Forgács Gábornak hívnak, s vagyok, mint olyan színész, szinkron színész, író, humorista, parodista, opportunista, trapista, stb. Az elmúlt évek folyamán rengeteg nevet kaptam, függően attól, hogy mikor mit csináltam a különböző tévében, nem mondom el az összeset, csak egy pár. Ugye hát még ma is van olyan, hogy utána kiabálnak, hogy mi újság, pityeszkém, a savanyát unhagyta. Hát ugye ezt azok teszik, akik nézték a Szexhíres. Nézték? Igen. És tetszett? Igen. Nem hiszem. Igen. Nem volt jó? Azt nem hiszem. Tényleg nem volt. Hát még ami a NTV-n ment, még annak idején az jó volt, ami az RTL-en az rettenetes, hogy mennyire, az csak egy példa, rólam köztudott, hogy én Budapesten csak és kizárólag BMW-vel közlekedek. Komolyan, BMW-vel, egy másnak, BMW, az az igaz, nekem az volt. BMW. Busz, metró, villamos. Egyik alkalommal metró, oda jön hozzám egy úr, hadd mondjak már magának egy viccet, hát nem ereszel. Azt mondja, a drogdíler oda megy a drogoshoz, és azt mondja neki, hogy figyelj öreg, olyan anyagom van, de olyan anyagom, hogy ebből egy pirulát bekapsz, utána még a szeszélyesen is tudsz majd röhögni. Ez már kritika, nem? Amúgy is néha kapok érdekeseket. Egyik alkalommal állok a metróban fülemre fülhallgató, de nem szólt, ugyanis egy rádiót szoktam hallgatni, az nem szólt, de nem vettem ki a fülemből. Szóval és hallom mellettem egy hölgy, oda szól egy úrnak, azt mondta, nézd meg ezt a pasi, ez úgy hasonlít egy színészre. A pasi rám néz, a Forgács Gáborra. Tényleg, mi lehet azzal? Én az meg? Hát, nem keserítettem el azzal, hogy még élek. Úgy csináltam, mint aki nem hallja. Ilyenek előfordulnak. Na, szóval volt ez a szeszélyes, aztán volt a cheese. Még ma is előfordul, hogy rám néz, hogy cheese, mert szerették ezt a mások. Én is szerettem, hozzáteszem, nagyon kis műsorban. Itt ült fel a Liptai Claudia. Tényleg szerettem, és ennek ellenére semmi problémám nem volt, még örültem is, amikor lekerült a műsorról, mert így felszabadult a műsoridő a való világok számára. Elég köszinték, rendkívül színvonalos, kulturális műsorról. És olyan hatalmas sztárokat adnak-e holnap, mint például Alekosz, ugye? Egyszer megérkeztem egy hapniba, amit ő konferált, képzeljük le, ő konferált. Át bal kezében műanyag pohárban sör, jobb kezében műanyag pohárban vodka, kezet így nem tudtuk fogni állapot. Rám nézett, nem a fiam, az unokám lehetne, rám nézett, azt mondta, nem az, hogy szervusz, jó napot, és ennyi. Figyelemmel kísértem a pályafutásodat. Nem rossz! Én meg köszönöm szépen, megtisztelem. És köszönöm. Mai napig nem tudja, hogy hülyítettem. Na mindegy, szóval ez is volt az életemben, és aztán amire önök már nem emlékezhetnek, mert fiatalabbak annál. 72-ben volt egy Kimi Tud, ahol hát ilyen furcsa hangok törtek ki a torkomból, hogy ilyenek. Akkor mentem az utcára, akkor meg ezt hallottam a hátam mögött, nézd ma, ez nem a jó útlis. Ilyen pejoratívan, mert Magyarországon a jódli nem divat, ugye? A legtöbb ember úgy képzeli, hogy ahhoz hatalmas alpesi legelők kellenek. Nagy marhákat. Hát nálunk ilyen legelők nincsenek. És semmi. De annyira divat, a jódli nem nálunk, a Vastrán, a Svájcban, Alsó Magyarország, vagy Tirolban divat, de azt tudják kevesen, hogy bármi hihetetlen, a jódli eredetileg nem éneklési stílusnak, hanem kommunikációs eszköznek készült. Hát ugye, amikor még nem voltak rádiótelefonok, sőt, semmilyen telefon nem volt, de valahogy üzengelni kellett egymásnak, hát akkor el a jódli nagyon megfelelt, csak meg kellett állapodni abban, hogy melyik trillag mit jelent. Mutatok egy példát. Mondjuk az egyik hegycsúcsra kiállt egy gyönyörű, virágzó, szépségű fiatal leány. A másik völgybe kiállt egy gyönyörű, virágzó, hogy a temeregi szól, férfi. Tudtam beszélgetni. Mondjuk, hogy a férfi azt mondta, kislány. Erre a férfi.
kislány. Disznó! De ez azért lehetett, mert ők tudták, hogy mit jelent. Tehát egy külföldi számára ez felfoghatatlan volt. Körülbelül úgy, mint itt lát egy külföldi 80 éves nénit, aki kiáll egy népzenei műsorban, aztán valahogy így énekel, hogy magas, 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 egy külföldi még akkor is esetleg, hogy a perfekt magyar. Na minden, ennyit a Jódliról, azt azért hagyjálom el. Picit kétségbeestem, amikor kiderült, hogy a Jódlival nem sokra megyek el honba, akkor mit fogok érte csinálni? Hát én belevágtam mindenbe, minden hülyeségben, minden maraságban benne voltam, és mégis arra vagyok a legbüszkébb, amit nem vállaltam. Nem lettem politikus. Pedig alkatilag. Ugye kiváltam? Megfelelően bamba pofában. Bár nem látszik, de tény, úgy tudok hazudni, mint a viszonyos. Ígérni meg pláne. Én büszkén kimerem jelenteni, hogy hajszik, hanem, hogy ma a világon nincs olyan dolog, amit én ne tudnék megígérni. Én mindent meg tudok ígérni. Nem csinálni semmit, tehát még tudjuk, hogy nem szempont. Ahhoz, hogy valaki politikus legyen. Lehet, hogy most arra gondolnak, hogy azért mondtok ilyeneket, hogy nem szeretem őket. Ez nem igaz, de minden. Féltek viszont féltem őket. Nagyon. Nehogy úgy járva nem a következő történetben, ahol két cápa beszélget egymással. Azt mondja az egyik, kézzel most kajáltam. Azt történt, hogy beesett egy matróz egy teherhajóról a vízbe. Elkaptam, megettem. De nem volt vele könnyű dolgok. Hát alig bírtam elrálni. Tehát ez tele volt csonttal. Azt mondja a más, hogy én meg olyan mászlista vagyok te, nem azért, mert te kézed el, én is most kajáltam, mert azt történt, hogy beesett egy magyar politikus a saját jachtjáról a vízbe. Elkaptam, megettem, ide figyelj, ez puha volt. Ullós. Ebben ennyi gerinc nem volt. Nem szeretem, nem erről van szó. Én megértem, de politikusainak ők is a pénzre megy. Az Isten adta pénzre, amire mi van, menjen megyünk. Ha mindenki a pénzre megy. Ahogy nem mondták, a pénzre megy. Hogy mennyire mindenki a pénzre, csak egy példa, állítólag megtörtént. Egyszer egy orvos valahogy jelezni próbált a paciensének, hogy mindjárt végig a vizsgálatnak, ezért ravaszul, így próbálkozott a betegnél, hogy tisztelt Uram, nem emlékszem én, pontosan az ujja hegyéből vettem már vért. Na most a páciens nem volt hülye. Ő értette a kérdést, és így válaszolt, nem, drága doktor, még nem. Tudja, eddig még csak innét. Nem tudom, mint száz veszítőjük a vért rendesen. Ezzel nem is lehet védekezni. A mosoly, a derülő nevetés, a kacsadás már jövő védekezés ellene. Mert ugye ez maradt nekünk olcsó meg a levegő, ugye? Hát, ugye kicsit jobban menjen a mosoly, hívok egy segítséget ide bele magamba, nem is akárkit, Magyar Köztársaság Kossuthdíjas kiválós érdemes művészét, aki sajnos nagyon hamar hagyott itt bennünket, Hofi Gézát. Egy pár pillanatig megpróbálom idehozni csak úgy stílusával, kicsit átalakulok. Szevasztok édeseim! Jó vagytok? Szevasztok édesanyám, de... Mióta ilyen nemzeti elekjelettem, nem erekció, az már nincs, elekjelettem. Az, hogy úgy féltem magam, te úgy féltem magam. Amíg van magyarodtam, nem is biztonság. Kézzed ezt, ezt mondom, kézzed el. Valamelyik nap, hogy értetem egy ilyen kétetű felmérő ember. Mondom, hogy ő, szóltam, mit szólsz? Jó. Azt kérdezte tőlem, mi a véleményem a mai magyar közbiztonságról? Hogy ilyen grafikonon kéne abrázolni, amit túllap a százat tart, hova tenni? Mondtam neki olyanokból, egy másik grafikonról. Amit túllap a mínusz százat tart. Miért? Olyan ott a véleménye? Na mondjam, kis fácán gyerekem. Mindjárt itt az utcáról. Ha a pisztolygolyónál gyorsabbak nem vagytok. Nem vagytok. Ez ennyire egyszerű. Az,
szűnök ez azt jelenti, hogy például a kedves anyóság nem engednék egy fradi meccsre? Már a kérdést se értem. Hogy engedném ilyen helyre, te szerencsétlen? Hogy engedném? Bejutettem a fradisták közé, zöld fénykemény magba. Csak előtte, ott van mondanám, hogy kedvetelőd anyuka, anyuka drága. Vegyem ma a fraszt egy gönöm lila-fehér csikosra. Mert az ohatkulálát magára. Egy darab így. Ez annak hivatság, hogy nem igaz, tudod, nem igaz. Mert nagyon szeretem az anyótyomot. Nem is, hogy nem szeretem. Gondold el, te gondold. 32 éve, minden karácsonykor elgyorszak. De egyéb változtatom a dolgot, beengedjük. A bűnül, nem? Úgyis annyi gond van ebben a rohadt életben. Velem is, mióta így megöregedtem. Kitább mondom, mert a mézet megöregedtem. Olyan vettem észre. Hogy a reggeli merevedés most már csak itt nyaktartja. Pedig régelente reggelente? Milyen sátorverés volt? Ó, szökölök! Jaj, Istenem! Szólj az asszonynak, hogy bocsa már a sátorverés. Mondd meg már, mi örömmel van. Orvoshoz járok. Úgy is anyom voltam, úgy voltam. Kézzed el! Életem először elvittem orvoshoz megmutatni az öreget. Ja, tatát, tudod? Prostatát. Ilyen élmény. Nem tudom, hogy a tudat között ki volt már. Most szerettem, hogy a hölgyek között nem sokkal. Kézzed el! Még bence vagyok a rendelőbe, ez a lába volt beteg mindig. Azt mondja a doktor, hát akkor tudna, hogy járnak. Milyen jó. Kapta a mondatot, hogy te. Hát itt nem olyan vagyok. Különben is, előtte ott van, hogy már picinkat. Mondják nekem szépeket, tudod ilyen? Milyen párhuzamosak a füleit. Hogy már lenne, a jobban szeretnék. Mennyire egy irányba néznek a szemeit. Egy valami, hát csinálj már kedved a dologhoz. Mert azt mondjátok ki, hogy ő se olyan. De hogy számítógépes hasonlattal éljen, a prostatához az elérési útvonal benne van a gatyában. Mesebben volt. Azt mondjátok ki, kicsi. Figyelj majd. Nem olyan kicsi az, csak most ideges. És különben is lekerült egy réteg. Sokkal ősebb vagy. Annak örülök, hogy nem ment át mínuszba. Azt mondja, hogy most te figyelj. Én nem a farkadra gondoltam, hanem a kisbatyára. Azt őne letól. Jaj, elteszem a támadó. Valaki ismeri, maradj a csöbben többinek. Képzeld, ha megy, képzeld el. Pasi elmegy az orvoshoz. Borzasztó szomorúba. Azt mondja a doktornak, drága doktor úr, könyörgöm segítsen rajtam. Hallja, olyan mély a hangom, hogy a feleségem már nem bírja elviselni. Mi lehetett a baj? Azt mondja a doktor, hogy megrázza, tudja. Akkor szokott így ennélni a férfi ember hangja, ha a hímtag picit hosszabbak kellett innél, még mutatnám. Most megyünk, elvesz egy ilyen mókás fejű 35 centis darabot. Azt mondja, hogy Jézus Mária, hát ez nem csak a kellett innél nagyobb, hanem a télnél, meg a nyugatinál is. Megvan a bibi. Hát úgy értem, hogy megvan a probléma, hogy döke. Tánikában bumbója, hogy vagyok, minden. Gyógymód is megvan. 15 centi. Meglátja attól, ami marad.
olyan gyönyörű lesz a hangja, hogy a Korda Gyurit megüti a Buda. Szépen elvisz a műtétet, ajtatál. Végleg a beteg. Hát te szépen a hangot látod. Örülni ezért, drága feleség. Köszönöm, drága Gabi, köszönöm. Pozorulom. Ma csak én vissza mély szuborúban. Nagyon nagy bajban, drága doktor. Azt mondta az asszony, inkább legyen megint mély a hangon. De tudja, az a kis darabka neki úgy hiányzik. Megvan mély. Sajnos kidobtam. Láttam a túrót lókát, minden mesét nem volt, kisleke is tényleg. Azt mondja, hogy adok, hát akkor menje szépen tért könyökbe. Hát ilyen gyerekű forduló még nem is hallok. Ne csinálj már, tépp meg a könyökébet állni a világhoz, a seggeden. Ha ma a számítógépes hasonlatnál, a monitor. Fújtíts felé. Mesélj, nem volt el, te tért könyökbe. Az is állított az agyamon. Nőnek le is a mindig olyan jó. Ott meg a látható tudott. A monitor felé fordítottam. Ha meg azon idegeskedtem, hogy nehogy már kezdje sugározni. Igen, meg olvastam valahol, hogy ha a monitor sugárzik, és közel nézik, még halálos is van. Ez alatt a Dobi fölvette az egygyújjas kesztyűt. Csak el az egygyújjára volt. Azzal, hogy elindult befelé, ettől az én két szemem kifelé, mert rohadt egy érzés. Voltam már. Ott őszintén meg mi? Kézzed el, én ezt a fázist kihagytam. Egy kupaszom. Hirtelen nem szült a másodszor. Figyelj ma, Dokitje, ez nagyon rossz. Mire, Dokitje, tudom? Hogy ne tudnám, mert ha jó lenne, egymásnak csinálnám. Köszönöm szépen. Kedvet kaptam én is egy kis tanuláshoz. Egy olyan lemezről szeretnék egy-két számot elénekelni, amelyik, hát hogy úgy mondjam, elémet port vett fel. Ugyanis ez egy paródia lemez, méghozzá egy roma paródia lemez. Talán van, aki már hallott róla. Füsti fecskék címen hódította meg a világot. Jaj, csak hát bármi hihetetlen, ami ezen emberi hanghoz összeszóló vokál, hopsósi, szárgődő, minden én volné. Már csak az a kérdés, hogy hogy kerültem erre a lemeznek. Nagyon egyszerű. Aki kitalálta, hogy legyen ilyen lemez, Rácz Lászlónak hívták egyébként. Hát ő álmodta meg ezt a dolgot, és hát ő gondolta azt, hogy miután kipróbáltak nagyon-nagyon sok roma énekes, és már megvoltak a zenei alapok, meg már szöveget minden világon, hogy hát, hogyha vele megpróbálkoznának, miután én elég sok hangon tudok megszólalni, beszélni, hát, már egy kicsit hallhatták, hogy pár akkor itt megszólaltam, de hát amit kérnek, hogy a szinkronban, nem tudom, szokták nézni például a Madagaszkár pingvinjeit. Nézd, mi? Na, én is imádom. Tudják, hogy ki vagyok benne én? Kinek a hangja? Talán a szívem, te ugyan okozhatod csak ma. Ezért ezt te megpisztíthatod a popómat. És majd betakargatok a gyűrűs farkammal, jó? Igen, én vagyok az Julien király példának okája. De hát sok mindent csináltam, ha kellett, akkor képüljétek el, hogy hangjál szóval, mert ez a semmi, akkor vagy Berger ott a két is volt. De, amire legbüszkébb vagyok, 5 perc, 12 másodpercig, egy megsérült filmem, én éltem, egy Kovács Gyula, igen, nagyon örültem neki. De most második lalka csillagban. Én jön a remekszőt tanulnék egy-két notácskát. Természetesen a muzika meg a vokálok azok is én voltam egyébként, az mind majd a platniuk. De a főhang, a főszólam az minden megy szállgóz fülbeti néktek, ahogy ez kell. Az első notács, egy egyes nota lesz, csak úgy mondom. Az első notácskát én azoknak az uraknak ajánlanám szíves figyelmi, akik hát, hogy úgy mondjam, régen mondta, használják a kedves feleségüket. És legyünk őszinték, na,
Hát nem kezdenek el reszketni, mikor az asszonka vett kőzni kézzel. Vagy ha is kezdenek reszketni, az inkább már csak úgy a idegesség miatt. Hogy akkor most kéne virítani valamit. Vagy egy igen gömbölyűt hazudni, hogy ma megint mély nem. Arról meg már nem is beszél, hogy legyünk őszintén. Ahogy a hölgyek korosodnak, egyre nehezebben hiszik el, hogy azért kicsi és puha, hogy nekik ne fáj. De ebből a rottalról nagy tanulság volható. Egyébként ezt a rottát eredetileg a izélgyűjtés csinálta, ahogy a kérgyűjtés Vétek nem tudni. Na tessék, hogy kivőttem már. Pont a vétek volt. Azóta már nincs is ez a banda, mert ez a hogy a gyerek, ez a joghurt, mert gyerek ez. Aztán ebben kívül összevezetni valami ilyes, minden emlék. Na lényeg az, hogy ez a nóta, ez az övéké volt, ami egy kicsit át lett alakítva. Nálam drága csillagom, akkor tisztábbik újjaddal egyeset küldítenek. Hát ilyenek például, hogy mindig kérdezik Kálmánt, hogy de Kálmán, kétkéri karácsonykor az asszonya mennyi voltátok?
Na várj, hogy egyszerűen akkor dolgozom. Na most arra, hogy én visszaemlékezek. Magyar szőrőm volt is. Magyar. És milyen volt? Na most, hogy én visszaemlékezek. Az asszony meg előszakunkkal vagy jöttem. Engem egy tíz apu megvertek, hogy darabunk így tőlét összeállt. Hú, de ez egy nagyon hangulatos karácsony, az volt meg hangulatos. És tavaly mire voltatok azon a magyarcsak, tavaly meg úgy, ja, mi van, tavaly is magyar sörgő volt. És milyen volt? Na most, hogy én visszaemlékezek. Az asszony 20-an előszakunkkal. Engem egy meg 30 apu megvertek, hogy 5 orvos alulíti könnyedült a jóisten az életemé. Aj, de jó legyet az Isten. És ide hova mentek? Ah, de minden tudom. Hát az asszony ragaszkodik Mátya a szőtől. Na de! A lényeg az arancsillagaim, hogy ahogy szokták meg mondani, a Bondnak két vége van, de az én műsoromnak csak egy. Az utolsó notácsalan fog következni, amit imádunk. Hát, hogy is mondjam, csak ez a szépség, az elegancia szó. Ez majd az ötös lesz, de még nem csak a mondom. Ja, és ez úgy fog kezdődni ezen óta, hogy én így be fogok állani. Ez nagyon régi vágyam egyébként, nagyon, hogy így kezdek én mondani. 30 éves van. Akkor járt Magyarországon a Queen egyért ezen évtagjóra. Akkor mindig így hittak névtagjója. És ott lett csak ilyen puskás, hogy micsoda, ilyen hát. Akkor mi befértünk 80 ezer. Emlékszem, első sorban csápoltam neki. Hát ugye akkor még volt a Freddie Mercury, a édes jó harangtól, akkor én nekem. Még így kacsingattunk simát. De a betegséget nem tőlem kaptam. A lényeg az, Arantorkó énekes elénekelt ezt a nagyon-nagyon híres nagy víz szalmat, hogy tavasz iszél víze, tavasz. Utána én befeszültem. Na, arra egy szívem. Te voltál a gép mellett, indítsd a ötöset, jó? Én meg itt feszülök el. Persze, akkor tapsoltak neki, mi úristenek, amaz a hajtát. Mielőtt meg nem hold, jogingot soha sem nem hordod. Két ezer előtt, amit nékem hatra vagyod. Rajtott én, tanított már az életre. Ezeket megfelelsz meg nem, így a tény. Oda is figyelek minden ő, aranya kezemet. Oh, yeah.
sziasztok, jó éjszakát! Ezt a nótácskát a szűncsúlyka vitte sikerre, táncolj még címmel. Ja. Ez valamikor az 1200-as évig gyereket állt. Amúgy gondolom, hogy hát hiszen őt hívták Aránybulának. Ja. Még azt is tudom, ki hitte neki a nótát? Egy bizonyos Derhúgyák nót. De lehet, hogy csak így írják, én nem tudom, mert fonetikusan, Derhúgyák nót. Ja. Egyébként ez a hatos nóta lesz, így mutatom a hatos nóta. Ja, de hozzáteszem, hogy ez a nóta is taps nélkül meghal. Meghal, mint a Yehudi Menuhin. Nem tudom, tudják, de Yehudi Menuhin egy nagyon-nagyon világhírű, csodálatos hegedű művész volt. Csodálatos. És amikor itt játszott Magyarország a Zeneakadémia nagy színpadján, gyönyörűen muzsikált az ő Stradivarius hegedűjét, nézett ére meg őt két Roma Primas, két kiváló Roma Primas, azt mondja az egyik, jaj, de szép a muzsika. Jaj, de gyönyörűen muzsika. Mi a másik? Ám igaz az igaz, szépen muzsika, de asztalnál meghalna. Nem akarok meghalni. Hát akkor indítsd a hatosat.
önnek nagyon-nagyon sok boldogságot, örömet gyerekeinkben, társaiban, meg mindenkinek is, ami legfontosabb, drága, kedves anyapám mondotta volt, legfontosabb az egészség, az legyen, a többit majd megvesszük. Horváth Gábor! Az is gyönyörű lesz, amit előfogadni Szemrédi Bernadett.